Ugye itt 24 kategóriából 24 jelöltünk volt, és a hölgy, aki torony magasan nyerte, érte lett az olvasók kedvence, ő nem más, mint Viszkó Fruzsi. A Digital Divas óta már eltelt néhány nap, de mindenképpen szerettem volna nektek beszélni erről az élményemről, és igazából már rögtön az esemény után akartam egy kicsit vlogolni, de hát az az igazság, hogy én nagyon-nagyon érzelgős típus vagyok, és hát úgy alakult, hogy én a diátadó után, közben, alatt, még vagy egy óráig bőgtem utána, a lényeg, és utána, amikor már úgy kezdtem magamat összeszedni, akkor is úgy gondoltam, hogy na jó, akkor előveszem a kamerát és kicsit beszélek. Viszont azonnal, amikor elkezdtem erre gondolni, hogy mit fogok nektek mondani, akkor azonnal újra elkezdett könnyesedni a szemem, és nem akartam vlogba sírni, úgyhogy most veszem föl nektek ezt a videót. Nektek köszönhetően én nyertem a közönség kedvence díjat, ami egy óriási elismerés számomra, és nagyon-nagyon örülök neki. Többször is elhangzott, hogy torony magasan én nyertem, ami egy hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon köszönöm nektek. Ez egy óriási elismerés számomra, mert ez tényleg ez ti adtátok nekem, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. A blogomon írtam is erről egy kis beszámolót, ha van kedvetek, akkor olvassátok el. A videó alatti leírásban majd megtaláljátok a linket. Ugye nem is akarom tovább húzni a szót, mert igazából tényleg csak meg szerettem volna nektek ezt köszönni, mert nagyon-nagyon jól esik nekem a támogatásotok. A nyereményen egy Avon csomagocska is volt, és mivel ezt a díjat azért főként gyakorlatilag teljes mértékben nektek köszönhetem, ezért úgy gondoltam, hogy a nyereményemet meg kell osztanom veletek is, úgyhogy ki is választottam néhány szuper Avon terméket, amit majd ki szeretnék sorsolni köztetek egyfajta köszönetképpen. Legszívesebben mindegyik ötöknek adnék belőled, és sajnos erre nincsen lehetőségem, viszont gazdára vár majd egy Avon szemhéjpúder paletta, egy púder, egy körömlak, egy rúzs, egy szemhéjtus, illetve egy szemceruza is. Mindegyiket más embernek fogom odaadni, hogy minél többen kapjatok belőle, majd a videó alatti leírásban szintén beírom, hogy konkrétan milyen termékekről van szó, és aki szeretné részt venni a játékba, akkor az mondjuk írja meg nekem azt, hogy mióta nézi a videóimat, és melyik terméket szeretném megkapni. A nyertes teljesen random módon fogom választani, tehát nem az alapján, hogy ki néz a legrégebb óta, aki ma iratkozott fel a csatornámra, azt is nagyon szívesen látom ebben a kis játékocskában, és tényleg szeretném nektek még egyszer nagyon-nagyon megköszönni, hogy ennyire támogattatok, szuperek vagytok! Na sziasztok! Éppen a Dining Lens egyik üzletébe tartok, hogy beszerezek néhány újdonságot, és én gondoltam, hogy majd így utcáról bejelentkezek nektek megint, mert ez a környék úgy viszonylag csendesebb szokott lenni, soha nem látok semmilyen embert. Természetesen tele van minden emberrel, mindenhol. Soha ennyi embert nem láttam itt. Na mindegy, a lényeg, hogy most a Diamond Lens-hez tartok, a Teve utcai üzletbe, és beszerzek néhány körmös újdonságot, ugyanis a körmeim már néhány hete ilyen kis csupaszkák, úgyhogy nagyon rám fér már valami kis vérfrissítés a körmeim terén, úgyhogy most tartsatok velem. Halihó újra! Remélem kíváncsiak vagytok, hogy mit zsákmányoltam, ugyanis arra gondoltam, hogy egy ilyen mini unboxing keretében megmutatom nektek, hogy mi lapol ebben a kis zacskóban. Egy dologról lesz szó, viszont szerintem ez nagyon izgalmas, legalábbis nekem az újdonságok közül ez azonnal megragadta a figyelmemet. Ez a Diamond Nails japán manikűr készlete, amit ki is nyitok, őrizgettem nektek, hogy meg tudjuk együtt nézni.
Én igazi körömlak függő vagyok, de emellett nagyon jól megfér az is, hogy azt is nagyon szeretem, hogy természetesen vannak a körmeim, és ezzel a japán manikűr készleten nagyon szép természetes és egészséges manikűrt lehet csinálni. Úgyhogy mindjárt meg is nézzük. Ó! Oh. Egy ilyen kicsike kis készletről van szó. Még soha nem próbáltam egyébként japán manikűrt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. Ha gondoljátok, akkor akár erről lehetne egy külön videó is, amennyiben érdekel titeket. Ez van mindenféle fura kis eszköz, ezerféle körömreszelő és polírozó. Ezeket a pasztákat is majd különböző sorrendbe kell felvérni, és utána polírozni a körmöt, és tudjátok, így ezzel természetes módon elő lehet hozni a körömnek a természetes fényét, anélkül, hogy bármilyen lakkot felvinnél a körmödre. Nem kell attól félni, hogy mondjuk két nap után lepattog majd valami a körmödről, mert az a természetes fénye, ami ott fog maradni. Úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem tök jól néz ki, és jó pofa, akár egy jó kis ajándékötlet is lehet. Úgyhogy ha érdekelne titeket ebből egy videó, hogy hogyan lehet ezt használni, mert addigra kitanulom, akkor azt írjátok meg nekem kommentben, és nagyon szívesen elkészítem. Sziasztok!